Köszöntöm nézőnket, Földalini Simon Ilonával, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgatójával beszélgetünk arról, hogyha elkezdődik az iskola, egy-két héten belül mindig őszi hulladékgyűjtés van az iskolában, ez most zajlik a héten. Miért tartják fontosnak, hogy a gyerekeket bevonják ebbe a tulajdonképpen a városnál, a lakosoknál lévő fölösleg begyűjtésébe? Hát azt kell mondjam, hogy ez is egy hagyomány. A munkára nevelésnek egy része, ez egy pici szelete. Elmaradt a tavaszi hulladékgyűjtés, nyilván túléltük, nagyon sok szülő megkeresett bennünket augusztus vége felé, hogy lesz-e vajon ősszel most hulladékgyűjtés, és a diák önkormányzat vezetőségével, a diákokkal, illetve az ő munkájukat segítő pedagógussal átbeszéltük, hogy akkor most a járványhelyzetre való tekintettel, akkor hogy legyen. De végül is arra döntöttünk, megkérdeztük a diákokat is. Ők bevállalták, azt mondták, hogy szívesen részt vesznek ebbe a programba. Nyilván az alsósok nem, csak a felsősök, és mivel tényleg jó idő van és a szabadban, zajlik a hulladékoknak a gyűjtése, így úgy döntöttünk, hogy akkor legyen hulladékgyűjtés. Az alsós évfolyamokon, tehát 1-től 4. osztályig a szülők kiviszik a mélyvállalathoz, vagy pedig behozzák ide az iskola udvarra, tehát ők is részt vesznek a gyűjtésben, csak más módon. Úgy tudom, hogy a befolyt osztályonkénti hulladék árát megkapják a gyerekek valamilyen formában. Igen, így van, részesednek belőle, és azt a pénzt hozzáteszik az osztálypénzhez, és szabadon felhasználják kirándulásra, erre-arra. Ami megmarad, azt szoktuk jutalmazásra használni. Például évvégén jutalomkönyveket veszünk a diákoknak, vagy éppen okleveleket, vagy menet közben, évközben, hogyha rendezvények vannak, vagy akár sportversenyek, akkor is a diákokra költjük, abból vesszük a sportkupákat, díjakat, tehát minden diákot érintő tárgyat, ajándékot, tehát a diákokra költjük. Most még az elején vannak a gyűjtésnek, de a korábbi évek tapasztalatai alapján hány konténernyi szokott ilyenkor összegyűlni? Hát már a tegnapi nap azt láttuk, hogy nagyon sok hát vasanyag, papír, hulladék gyűlt össze. Kérdeztem is a diákok munkáját segítő tanárt, hogy látja az első nap eredményét, de azt mondtam, hogy ha így folytatódik csütörtökön és pénteken, ha időjárás is engedi, akkor rekordot fogunk dönteni, hát úgy legyen.